vállaljuk, hogy számunkra mindig Magyarország lesz az első. Tűz volt minden fillér, amit a Magyarországon hallottam. Ez most nem az okoskodás ideje. Országosan egyértelműen elmondható, hogy az a 12 éves politika, az a polgári politika, az a jobboldali konzervatív politika, amit folytatunk, az beváltotta az eredményeket, beváltotta a reményeket, amelyekből eredmények lettek. Februárban mindenki érzékelhette, hogy a 13. havi nyugdíj most már minden évben járni fog. A rezsicsökkentés eddig is volt, és ezután is marad. A 25 év alattiak adómentessége az a jövőben is lesz, egy év múlva, két év múlva. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy ennek a folytatására szavaztak az emberek. Másrészt, hogyha a helyi viszonylatokban kérdezzük meg, hogy értékelem ezt a választást, akkor azt tudom mondani, hogy nyilván egy speciális helyzetbe kerülvén viszonylag rövid idő alatt kellett bizonyítani. De abból se csináltam titkot, hogy azért az utolsó másfél évben jó néhány polgármester már megkeresett, és közösen dolgoztunk, és voltak közös sikerek. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy a siker alapja ez volt. Másrészt azt gondolom, talán nem szerénytelenség, hogy azért a Délbékésben élőknek, ugye ez a közvéleménykutatási adatokból azért világosan visszakövethető, hogy azért egy 25-30%-a az itt élő embereknek ismerte az én munkásságomat, és azt gondolom, hogy az a három ciklus a Magyarország gyűlésben, hogy kormány megbízottként, vagy európai parlamenti képviselőként kellő belépésre adott jogosítvány a választókerületet illetően, hogy én itt megmérhettem magam, és egy előlegezett bizalom ez. De azt gondolom, hogy nincs nagyon annál szebb dolog, mint amikor az ember a saját szülővárosát képviselheti a Magyarország gyűlésben, és eddig nekem ez nem adatott meg, bár 12 évig voltam egyéni képviselő, úgyhogy most egy új feladat, 27 település képviselete, az egyik legszebb dolog szerintem, ami az ember életében adódhat. Várom ezt a feladatot, köszönöm a támogatást az orosháziaknak, a délbékésieknek, és engedjék meg, hogy megköszönjem a családomnak is az, hogy mellettem voltak, és mindig számíthattam rájuk. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy Orosháza választópolgárai és Magyarország választópolgárai úgy döntöttek, hogy háború helyett békét választanak, és a biztonságot szeretnék előtérbe helyezni a jövőben is. Azt a kiszámíthatóságot, amit a Fidesz-KDNP nyújt, azt a kiszámíthatóságot, amit Orosházán a Fidesz és személyében Erdős Norbert fog nyújtani nekünk. Erdős Norbert eddig is nagyon sokat tett Orosházáért, ismerhetjük az ő kitartását és szorgalmát, de nagyon szeretném megköszönni egyben azoknak a választópolgároknak a segítségét, támogatását, hogy ebben a rossz időben, havazásban mégis úgy döntöttek, hogy szeretnének részt venni a döntésben, köszönjük nekik, és úgy döntöttek, hogy segítik azt a választást, aminek az eredménye a közismert eredmény, tehát a győzelem. De szeretnék egyben köszönetet mondani, és azoknak a választópolgároknak is, akik különösen, akik a Fidesz támogatták, az Erdős Norbertet, de mindenki másnak is természetesen, aki eljött és kifejezte véleményét, mert azt gondolom, hogy egy demokratikus választás csak úgy történhet, hogyha nagy számban nagyon sokan eljönnek, kifejezik véleményeket, akaratukat, és a végén megszületik egy eredmény, ami úgy gondolom, hogy mindenkit kötelez arra, hogy mindenki ezt a közös eredményt és ezt a közös célt szolgálja, és beálljon abba a sorba, hogy a Magyarország Orosháza tovább tudjon fejlődni. Köszönöm mindenkinek a segítséget, különösen azoknak a segítőknek, akik a választáson aktívan részt vettek abban, hogy ismertessék Erdős Norbert, akkor még államtitkár úrnak a programját, a Fidesz programját. Köszönet nekik, nagyon sok önkéntes volt, aki önkéntesen járta az utcákat, telefonát és egyéb más munkát végzett. Köszönet nekik.
és köszönet és gratuláció egyben a választókerület más országgyűlési képviselőinek is, akikkel eddig is együtt tudtam én magam is dolgozni. Jó kapcsolatban voltam Kovács József, Dankó Béla és Herceg Tamás úrral. Én úgy gondolom, hogy őnekik is jár a gratuláció. Köszönet nekik, és továbbra is azt gondolom, hogy így Békés megye tud együttesen, közösen fejlődni. És hát természetesen, mint orosházi polgármester, azt kell, hogy mondjam, hogy hajrá Orosháza, és köszönet még egyszer mindenkinek, aki elment a mai napon választani.